Az összetartozás megtanulásában ez fontos. Hogy egymásra figyelve, egymás mélyérzéseit tisztelve, tudjunk akár emlékezni, és Kanizsán ez különösen fontos. Mert Kanizsa katonaváros volt, első világháborús emlékei is nagyon szerteágazóak és ha csak azt nézzük, hogy itt van egy 1100 fős katonai sírkert, akik a kanizsai barak kórházban, amely az oszták magyar monarchia legnagyobb katonai kórháza volt, tehát ott haltak meg, és úgy kerültek ide, és itt van ez a szép emlékoszlop, amely tételmondata, az Emlékezzetek és küzdjetek azért, amiért mi életünket áldoztuk. Azt gondolom, hogy mindenki számára életre szóló tanulság lehet, és, és jó belekapaszkodni a hősök emlékébe, mert ahol nem felejtik a hősöket, ott, ott lehetnek mindig újak. Azzal együtt, hogy természetesen jó lenne, ha olyankor jönne el, amikor Tudatos vagy ártatlan áldozatokra. Gondolva elsősorban a háborúk ilyen áldozataira, de, de minden, jó ügy, tehát minden jó ügy melletti kiállás áldozataira. Tehát, ha, ha ilyenekre nem lenne szükség. De a történelem azt mutatja, hogy évszázadról évszázadra, generációról generációra mindig teremnek hősök és persze ebbe van szépség is, mert, mert a hősök emlékezetébe kapaszkodni és, és, és lelkükből táplálkozni, az, az, jó érzés is a szomorúság mellett, mert erőt adhat a maiaknak, a, 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 jövő nemzedékeknek. Ezért kötelességünk az emlékezés, így egy temetőkertben is, de, de akár otthon is fejünkben, emlékezetünkben, szívünkben. Azt hiszem, hogy dicsérve ezt a civil kezdeményezést, többek között a főszervező aranykor egyesületet, ez, ez olyan szép kép volt, hogy mint egy gyújtson minden kanizsai városlakó közel 48 ezeren egy-egy mécsest. Lehet, hogy ez most valóságosan nem lett 48 ezer, de a, a nagyságra a, a, a tízezer körüli, legyen az akár 8848, az, 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 az itt ég, vagy most éppen gyújtják, és ha, 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 ha valóságosan nem is gyullad meg mindegyik, mert, mert nem is ez a cél, nem Guinness rekord döntés volt itt a cél, hanem valami olyan lelki érzékenység és fogon, fogékonyság megszólítása, ami a mindennapokból, a mai modern mindennapokból néha hiányzik, néha eltűnőben van. Azzal együtt, hogy egy évben egyszer szoktunk menni a temetőkbe, de azt hiszem, hogy néha többször kell gondolni az itt nyugvókra, a a hősökre, vagy, 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 a nem hősökre, de, de most figyeljünk a hősökre, mert bizony az első világháború négy éve, az a, az a nagy háború négy éve volt, és 15 millió ember halála, katona ember, és civil áldozat halála, melyben Magyarországhoz tartozóan én olyan statisztikát ismerek, 660 ezer áldozat volt, közülük azonban csak 40 ezeren nyugszanak mai Magyarországi földön, sírkertben, mert sokan határokon kívül, illetve sokan jeltelen sírokban nyugszanak. Itt Kanizsán az 1100 fő jelölt sír azt jelenti, hogy nekünk országosan is nagy kötelességünk van ennek a hagyománynak az ápolásában, hogy figyeljünk a régi emlékezetére, az első világháborús katonák emlékezetére, mert még éppen ott vagyunk a határon, amikor ö, száz évet év állítólag a szóbeli emlékezetnek még át lehet ívelni. Ezt mindenki könnyen beláthatja, mert a dédapjával még jó esetben beszélhet az ember. Az négyszer 25 év különbség, tehát négy generációnyi különbség. Igen, jó magam is még beszélhettem olyannal, bevallom, aki az első világháborúban részt vett. Tehát még az utolsó pillanatokban vagyunk ahhoz tartozóan, hogy az első világháború élő emlékezete dolgozzon bennünk, hogy miért. Azért, mert a, a, a hősök azok példaemberek, és azért, hogy többet ne legyenek olyan nagy háborúk, amelyek voltak az emberiség történelmében.